Üdvözlöm Önöket a Deep Stage-ben, én Reháker Andrea vagyok, és ez a nap híre, így péntek reggel. Mindenkinek nagyon köszönjük, aki támogat minket a kommentekkel. Ugye minél több komment van egy videó alatt, annál jobban felkapja az algoritmus, mert akkor látszik, hogy népszerű. És hát nagyon hálásak vagyunk a megosztásokért is, és egészen szépen gyarapszik a Twitter követőinknek a száma is, aminek nagyon-nagyon örülünk. Meglátjuk, hogy ott milyen kifutása lesz ennek az egésznek, de minden esetre már az önmagában egy nagy megkönnyebbülés, hogy az ember 3 perc alatt fel tud tölteni egy videót. Meg a Twitter nem foglalkozik az ideológiai hátterével egyelőre, hanem egyszerűen az ember kiposztolja. És hát nagyon hálás vagyok mindenkinek, aki ott is retweeteli, vagy kommentel, nagyon-nagyon jó lesz ez. Csak hát nyilván eltart egy darabig, de nem baj, mert a munkát azt folytatni kell, azt egyáltalán nem fogjuk elhanyagolni, bár most következik majd a jövő hét hétfőtől 2 hét szünet, amikor szabadságra megyek. Olyan terepen mozgunk, ahol szükség van arra, hogy egy kicsit jobban kipihenjük magunkat, és ez a következő 2 hét ez a családról és a túrázásról fog szólni. De a mai az még mindig kemény témát fog boncolgatni, és ugye az a helyzet, hogy nem tudom elengedni ezt a Sound of Freedom témát, mert azóta, hogy beszéltem róla, több helyről is érkeztek visszajelzések, hogy tényleg nem lehet látni sehol, és igazából még a torrent oldalakon, meg az online filmnézős oldalakon sem lehet megtalálni. Valaki felvette kamerával, azt le lehet játszani egy ilyen online filmnézős felületen, de borzasztó minőségben, tehát nem lehet egyszerűen, az egész el van teljesen kendőzve. És a marketing az nem annyira ügyes az Angel Studiosnál, hogy mondjuk azt mondják, hogy figyeljetek ide, akkor ingyen feltesszük ide vagy oda. Bár a mozikban nagyon-nagyon szép bevétele volt, ugye az Indiana Jones-t is leverte, úgymond. Nagyon sokan elmentek az első nap megnézni, amikor a premier volt, és hát innentől kezdve viszont egyszerűen mély repülés van. És a múltkori videómban elemeztem, hogy szerintem árt az egésznek a színész, ez a Jim Caviezel, mert az összeesküvés elméletek felé vinni a dolgot, el tudja valaminek a jelentőségét kendőzni, és azért ennek a filmnek óriási jelentősége van. Viszont az a helyzet, hogy nem lehet megtalálni, és nem is az az egyetlen film, ami el lett tusolva Hollywood által, meg a közösségi média, illetve a főáramú média által. És hát elkezdtünk gondolkozni egy kicsit, ugye rengeteget beszélgetünk erről, hogy mi az oka ennek, és mindig ugyanoda lyukadunk ki, hogy az érintetteknek fáj az igazság. És ezért óriási nagy bátorság ilyen filmeket készíteni egy ilyen közegben, ugyanis mi azt látjuk, hogy Hollywood ez egy ilyen nagyon színes, nagyon kívánatos, abszolút boldog világ, ahol az emberek elkezdenek dolgozni, akinek ugye sikerül befutni, óriási pénzeket szakítanak, állandóan azt hallgatjuk, hogy ez a színész ezért a filmért ennyit kapott, azért a filmért annyit, és így tovább. És közben, ha megnézzük őket, akkor egyértelműen látszik, hogy az egész egy ilyen melegágya a bűnnek, tehát alapvetően a szexuális erkölcstelenség az szinte már egy mindennapos dolog. Akkor ugye arra is rávilágított a másik dokumentumfilm, arról is beszéltem már, amit egyáltalán nem lehet megtalálni már az interneten, hogy a pedofília is igazából virágzik Hollywoodban, és hát mit csináljunk egy olyan országban, az elnök azonnal megvadul, amikor kislányok közelébe kerül, és egyszerűen elveszíti az önkontrollját, akkor is, amikor tudja, hogy a kamerák keresztüzében van, tehát felveszik, ahogyan ott szimatolja, meg ölelgeti, meg fogdossa a kislányokat, ami önmagában már egy iszonyatosan undorító dolog, de valahogy mégsem történik semmi, tehát mindenki elengedi ezt a dolgot, hogy jaj, persze öreg, meg minden, meg nagypapa, és így tovább, de hát ez nem mentesíti attól, hogy a kislányok azok teljesen begerjesztik. És hát ugye Hollywood az egyik eszköze a globalista elitnek abban, hogy mossa az emberek agyát. Ugye mindenki hollywoodi filmeket néz, most lehet, hogy van egy-két jó francia film, vagy készül jó magyar film, de most már az is inkább erre a hollywoodi mintára készül, vagy az orosz filmek például,
Tehát van egy-kettő, ami olyan ikonikusan nagyon jó, de a tömeggyártás az Hollywoodban történik. És Hollywoodnak van egy saját stílusa, amivel lényegében átmossa az agyunkat, tehát hogyha Hollywoodban megjelenik valamilyen öltözködési stílus, akkor azt átveszi a ruhagyártó ipar, és akkor hirtelen mindenki úgy kezd öltözni, meg ugye azok is, akik egyébként ettől a kultúrától távol vannak, ahova beengedik ezeket a filmeket, mert ugye az iszlám az nagyon bölcsen nem engedi a legtöbb esetben ezeket. Tehát például Szaúd-Arábiában nem ugyanazok a premierek vannak, mint mondjuk Európa nagyvárosaiban, mert ugye vigyáznak a kultúrájukra, és ez szerintem egy nagy bölcsesség, és nekünk is ezt kellett volna tenni. Csak hát ugye a kommunizmusban Amerika az ígéret földje volt, a vágyak hazája, meg ahol mindenkinek van lehetősége a felemelkedésre, és így tovább. Egy olyan világban, ahol a totális kontroll uralkodott, meg ahol a megfigyelés volt a mindennapoknak a része, hogy nem lehetett akármit mondani, nem lehetett akárkivel beszélgetni, nem lehetett akárkivel akárhova menni. Ott az, hogy az ember beül az óriás kedilekébe, és akkor csak így elhajt a naplementébe, hát az valami hihetetlen vágyat keltett. És hát, amikor megérkezett ez az egész dolog ide, ahogy elmesélik azok, akik ezt teljes, tehát ugye fiatalként megélték, amikor szembesültek a realitással, hát az egy nagy sok hatást váltott ki, mert ugye megérkezett az erkölcstelenség is, tehát ugye a magyar társadalomban van egy erkölcsi tartás, a kommunizmus ellenére is, ugye megpróbálta a vallásoktól, meg hát természetesen megpróbálta a vallástól megszabadítani a kultúrát, meg úgy az egész helyzet az teljesen vallástalan, az volt a kívánatos, hogy mindent, ami a valláshoz kötődik, azt ki kell írtani, akár az oktatásból, akár honnan. De még így is azért a magyar társadalom nagyon erősen megőrizte az erkölcsi tartását, legalábbis szexuális területen, ugye a lopásról, arról már ne beszéljünk, mert ugye azért az keményen ment a kommunizmus alatt, mindenki szépen egy egész házat fel lehetett építeni, úgyhogy nem nagyon vásárolt az ember hozzá semmit, csak elhozta a munkahelyéről. Tehát ez egy rossz dolog alapvetően, de azért van egy erkölcsi tartás bennünk, és akkor erre ráborult ez a nagy realitás, az amerikai kultúra, és akkor ott állunk azóta is, és csak bámulunk, hogy ez hogy létezik. Meg ugye az a baj, hogy akik ezt úgymond még mindig kívánatosnak tartják, azok megpróbálják ezt a saját életükbe is átvinni, és a fiatalok azok ezt pedig már egy teljesen átlagos, normális dolognak fogják fel, és az ő szemükben mi vagyunk a vaskalaposak, akik bizonyos dolgokkal nem értünk egyet, meg akik azt mondják, hogy azért a homoszexualitás az egy olyan választott életforma, ami nem genetikai eredetű, mert ugye ezt nem tudták bizonyítani, hanem ezt egyszerűen az emberek választják, és aztán ebből ki lehet jönni, ez is egy szentségtörés kimondani. És akkor most, hogyha ezt megnézzük, akkor mellé kerül a pedofília, ami ugye szinte egyenesen vonza egyik a másikat maga után, tehát az első szexuális erkölcstelenség után jön a következő, és mindig egyre mélyebbre kerül az ember, hogyha nem figyel oda. És hát az a végén ugye abba csúcsosodik ki, amikor, amiről a múltkor is beszéltem, hogy emberek csecsemőket erőszakolnak meg azért szülnek lényegében nők, hogy aztán azt a gyereket eladhassák, mert ugye ennek óriási ára van. Ugye az a gyerek az nem sokáig ilyen pici, hanem azért, hála Istennek, a gyereknek alapvetően az a feladata, hogy növekedjen és egyre nagyobb legyen. És hát ugye ezek a perverz állatok, ezek semmi más nem szeretnek lényegében, csak ezeket a devianciákat, és akkor ezek ülnek ott a tetején Hollywoodnak. És hogyha megnézzük, most a hétvégén is voltunk egy kicsit nagyobb körben, rendszeresen töltünk időt együtt a barátainkkal egy kicsit nagyobb körben, és akkor ott is beszélgettünk erről, hogy az egész hollywoodi filmipar jelen pillanatban csak szemetet gyárt, tehát ha az ember bemegy akárhova, mondjuk ha minden filmet végignéznénk, amit kiadnak, amire pénzt költenek, akkor az egész egy ilyen
szeméthalom, tehát nincs igazából jó film, nagyon-nagyon ritka, mert hogy sztrájkolnak a forgatókönyvírók, akik elméletileg nem kapnak akkora gázsit, mint a színész, aki eljátsza ezeket a szerepeket, és nincsenek jó forgatókönyvek, tehát ráadásul még a régi időknek a minőségét se tudják hozni. És akkor mellette meg a legtöbb rendező az vagy homoszexuális, ugye tudjuk Woody Allen ugyanúgy pedofil, a saját nevelt lányával csalta meg a feleségét, akit aztán feleségül is vett, de ugye már molesztálja annak a gyerekét is. Tehát az a helyzet, hogy ilyen emberek azok, akiktől jönnek ezek a szellemi termékek, és hát mit várunk tőle, de ha meg tátott szája a nyeljük, és még csak el se gondolkozunk a hátterén, akkor egy idő után hasonlóvá válunk ehhez, és a gyerekeinken, meg a gyerekeken, a következő generációkon már lehet ezt látni. Egy csomó mindent nem kérdőjeleznek meg, akkor ott van a Netflix például, kimondta az Ars Poetikájában, benne van, tehát ebbe a cég filozófiában, hogy minden eszközzel LMBTQ propaganda filmeket fog gyártani. Tehát én például ezért nem fizetek elő a Netflixre, mert nem vagyok hajlandó egy fillért sem adni azért, hogy ők ebből propaganda filmeket készíthessenek. És látszik, hogy minél több előfizetőjük van, annál nagyobb neveket szerződtetnek, és minden egyes filmben vannak ilyen kötelező motívumok, tehát van benne egy nagyon szimpatikus meleg fiú, vagy több is akár, akiről nem egyértelmű az elejétől fogva, hogy homokos, hanem amikor az ember már azonosul vele, meg amikor már látszik, hogy tényleg így megkedvelte, akkor derül ki, hogy meleg, akkor ott van egy válaszút, hogy akkor mit csináljunk. Jó, hát oké. Akkor ugye tele van pornóra való utalással, tehát még a romantikus filmekben is ott van, meg a vígjátékokban is. Ez mondjuk nem Netflixes volt, de a múltkor néztünk, vagy elkezdtünk nézni egy vígjátékot, ahol ugye a főhősnek a felesége üzleti útra megy, és akkor mit csinál az ember? Alig várja, hogy az asszony kitegye a lábát a házból, befekszik a hálószobába, bekészíti a laptopot, és akkor a felesége meg otthagy valamit a fürdőszobába, és akkor visszajön, és rányit. És azért az ember elgondolkozik rajta, hogy rendben van, oké, értem a kommentelőket is, akik azt mondják, hogy nem mindenki él párkapcsolatban, én ezzel teljesen tisztában vagyok. Viszont az, hogy valaki nem él párkapcsolatban, az nem egyenértékű azzal, hogy akkor a pornó az már kóser, mert ugyanúgy függőséget okoz a párkapcsolaton belül és kívül is, és lehet, hogy a túlzott pornófogyasztás okozza, hogy az embernek nincsen kapcsolata, mert olyanok az elvárásai, amit nem tud hozni egy élő húsvérnő. A másik, ugye, hogy tehát a kapcsolaton belül meg úgy néznek ki, mint az abszolút tökéletes amerikai házaspár, hatalmas ház, jól szituáltak, nagyon jó munkahely, és itt tovább szép kocsi, és akkor a pasas pornót néz, amikor nincs otthon a felesége, de nem mondjuk 2-3 nap után, amikor már úgy tényleg nem tud mit kezdeni magával, hanem 3 másodperccel azután, hogy kilépett a nő az ajtón. És ez mind a filmekből jön, és ez azt mutatja nekünk, hogy látod, még a legjobb helyen is előfordul, hát mi van abban? Semmi, hát egy kicsit szórakozik, és így tovább, mert ugye az asszony, ez csak unalmas, az nem enged meg mindent, de a pornó, abban mindent lehet. És hát ez a gonoszság ebben az egészben, hogy olyan dolgokat, ami tönkreteszi az embereknek az életét, a kapcsolatát, meg a saját önértékelését is, azt úgy mutatnak be, mint hogyha teljesen normális lenne. Akkor ugye a következő, én ugye hívő vagyok, folyamatosan beszélek róla, és ez egy nagyon abszolút, ez egy olyan realitás az életemben, ami mindent meghatároz, még akkor is, hogyha ez a csatorna nem arra van, hogy az én nézeteimet hirdessem a hittel kapcsolatban, arra megvannak a megfelelő emberek, meg csatornák, hanem egyszerűen kinyilvánítom, hogy az én életemben az Isten a legfőbb rendező erő, a legnagyobb tekintély, amit én elfogadok magam fölött, és ez határozza meg természetesen a világnézetemet is, és azt is, hogy miről mit gondolok. Tehát az én számomra ez teljesen elfogadhatatlan. És akkor megnézek egy Netflixes filmet, amiben mondjuk feltűnik egy keresztény szereplő, és abszolút úgy van beállítva, mint valami totál visszamaradott, abszolút antiszociális, teljesen idióta valaki, tehát olyan, az ember abszolút nem
szimpatizál vele semmilyen szinten, még akkor sem, amikor agyonalázzák, meg amikor teljesen kifigurázzák, mert hogy úgy van megcsinálva az egész, hogy az ember úgy érzi, hogy na igen, hát ez, amikor valaki ilyen, akkor mit vár? És közben pedig a keresztények azok nem ilyenek, legalábbis nagyon sokan nem. És ez egy hihetetlen gonoszság, hogy ilyen sztereotípiákat épít be az embereknek a fejébe, és ugye nem az történik, mint ami mondjuk 20 évvel ezelőtt, hogy az emberek leültek, volt egy film, mert utána ilyen hülye dokumentumfilmek voltak, meg nem nagyon volt semmi a tévébe, és akkor beszélgettek. És akkor megbeszélték, hogy ebben ez volt, ebben az volt, ebben amaz volt. Tehát most már az ember nem tud leülni, vagy hát le tud, csak annyira rohan mindenki, hogy nem annyira sikerül, hogy átbeszélje a gyerekével például, hogy igen, neked ki volt a szimpatikus, a meleg fiú. Hát ez pont az a lényeg, hogy így irányítják a szimpátiádat, hogyha nem figyelve nézed a filmet. De ki az, aki figyelve nézi a filmet? Mindenki szórakozni akar. És ugye ez van ebben, hogy a szórakoztatóipar az egyik legjobb eszköze annak, hogy az agyunkat teljesen átmossák. Akkor megnézzük a zeneipart, tehát az abszolút a Grammy díjátadón az idén 2023-ban volt az a sátánista performance, ami egyébként semmiféle értékelhető zenei produkciót nem tartalmazott, hanem ez egy ilyen sátánista szeánsz, vagy nem is tudom mi lehetett. És akkor ugye a zenészek is elmondják, hogy ez, aki ott előadta ezt, az alapvetően nem zeneileg híresült el, mert hogy annyira tehetséges, hanem az LMBTQ aktivizmus miatt. És ugye mellette viszont, hát most az, ha megnézzünk egy Madonnát, aki ugye még énekelni is tud, hát azért az a pályafutás, amit befutott, abban aztán volt minden. Vagy Michael Jackson, ugye még a mai napig is vitatkoznak rajta, hogy valóban pedofil volt-e, és hogyha igen, akkor mi történt ott a rendsen, ami hát azért ott volt egy-két botrány, és az is pontosan talán tavaly jött ki az a film, ami a Michael Jacksonnal kapcsolatos pedofil vádakra elvileg egy bizonyíték, vagy hát annak szánják. Csak ugye mivel ez sem egy rendőrségi akta, amiben ugye objektív tények vannak felsorolva, ezért ugye nem lehet 100%-osan a hitelességét ennek sem elfogadni, annak ellenére, hogy nagyon valószínű, hogy tényleg igaz. Szóval a zeneipar sem kivétel, és ugye a zenéhez nem csinálnak szinkront. És ugye itt óriási hiányosság nálunk, hogy nem beszélnek az emberek nyelvet, meg kevesen. Tehát még a legjobb időszakban is kb. 20%-a a társadalomnak tudott egy idegen nyelven megszólalni. És létkérdés pedig, az ember a zenének sokkal jobban megnyitja magát, és hogyha a zenéből valami olyan jön be, akkor sokkal könnyebben formálják az embernek az agyát a zenével. Tehát ugye lehet látni, hogy nálunk is most már mind a két gyerek egészen jól elboldogul az angollal, de még mindig hallgatják a zenét, és a kislányunk ugye azt csinálja, amit én is csináltam gyerekkoromban, hogy megpróbálja a szöveget a lehető legpontosabban úgy megtanulni, ahogyan az eredeti hangzik, tehát nem csak ilyen hallás után, mint a Biki Csunáj például, hanem teljesen abszolút megkeresi a szöveget, és akkor megpróbálja úgy megtanulni, hogy úgy tudja énekelni, ahogyan az van. Csak közben meg nem érti a legtöbb zenénél, hogy mit énekel, és amikor így bennem például tudatosul, hogy mit énekel, akkor azt sem érti, hogy miért tiltom le róla. Szóval szerintem ez is, tehát egy óriási gócpont ebben a problémában, hogy nem értjük, hogy mit énekelnek ezek az emberek, akiknek a zenéjét hallgatjuk. Én például ezért nem tudok gangster rappet se hallgatni, mert egyszerűen nem bírom elviselni azt a trágárságot, meg amikor erőszakra bújtogatnak, meg mindenféle brutális, szexuális utalás van benne. Tehát egyszerűen szerintem nagyon fontos lenne tudatosan csinálni a dolgokat, és csak olyat bevinni a lakásunkba, beengedni akár a filmekből, akár a zenéből, ami nem okoz konkrétan károkat a lelkünkben. Nem kezdi el átmosni az agyunkat, hogy végül is a keresztények azok ilyen undorító, ellenszenves bugrisok. A meleg fiú meg annyira jó fej, most mit izélünk rajta, hát az ő problémája, ez az ő dolga, most hadd csinálja, csak ne az Andrássy úton, meg ne egy hónapig.
meg hagyjon békén minket is, ha mi nem ezt akarjuk csinálni. De sajnos, mint Hollywood, mint pedig a zeneipar egyértelműen nem pozitív irányba akar befolyásolni bennünket, és az a mi felelősségünk, hogy ezt mi magunk felé hagyjuk-e, és hogy a gyerekeinknek megengedjük-e, hogy akármit hallgasson. Tehát abszolút oda kell figyelni, mert a trendek azok sajnos egyre lejjebb viszik őket. Tehát nem azt látjuk, hogy akár erkölcsileg, akár szellemileg ezek a dolgok, ezek magasabb színvonalúak lennének, hanem éppen, hogy az ellenkezőjét tapasztaljuk. Én nagyon köszönöm, hogy meghallgattak, legyen nagyon jó hétvégéjük, pihenjék ki magukat, és hát vigyázzanak magukra, a viszonthallásra.